73. alkalommal tartanak nagy kilencedet, azaz a Szent Rita búcsúra felkészítő lelki gyakorlatot Budapesten, a Kun utca 5 szám alatt található Szent Rita templomban. A nagy kilenced azt jelenti, hogy Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Jézus tövis koszorújának egy sebét. Ezért 15 héten keresztül imádsággal, lelki gyakorlattal készülünk az ő ünnepére, május 22-ére. Innét visszaszámítunk 15 csütörtököt, azért, mert 15 éven keresztül volt a homlokán az a sebhely. És ebben ezt úgy hívjuk, hogy ájtatosság Szent Rita tiszteletére, 15 csütörtöki ájtatosság. Ebben mi abban segítünk az embereknek, hogy egy-egy vendégszónok végzi a szentmisét, és ő adja az elmélkedésnek a gondolatait. Ebben az évben dr. Fábri Kornél, az Eukarisztikus Kongresszus főtitkára vállalta el ezt a nem egyszerű feladatot, hogy 15 csütörtökön keresztül jön és adja a elmélkedéseket, gondolatokat. De imádságos könyvekben is nagyon sok embernek van lehetősége, hogy az imádságos könyv tematikájának a fényében készül föl erre az ünnepre. Viszont ez most kezdődik, február 3-án, van a Szent Rita 9-ed, az meg 9 egymás követő napnak az imádság, amikor 9 egymás követő napon imádkoznak Szent Ritához, imakönyvek ebben is sok-sok segítséget adnak. A Szent Rita imakönyv iránymutatást tud nyújtani abban, hogy megismerjük a szent életét és csodáit, valamint számos hozzászóló imádságot és ájtatosságot. Tartalmaz a többek között a Szent Rita rózsafűzért, litániát, valamint kilencedet is. A könyv egyfajta segítség számukra, hiszen minden napra ott van a 15 alkalommal egy-egy elmélkedés, egy-egy gondolkodás, és mellé imádságok is társulnak. De Szent Rita kultuszához Magyarországon társul egy Szent Rita rózsafüzér, ezt 1949-ben kezdték el használni, talán Radó Polikárp professzor úr állította ezt össze, ami 3x7 szemes rózsafüzér, tehát nem az a hagyományos 5x10 szemes rózsafüzér. Szent Rita a reménytelen helyzetekben is segít, lehetetlennek tűnő kéréseinket is bátran terjeszthetjük elé. Ahogyan a hálatáblákon is látható, számos csodát tett már Szent Rita a hozzáfohászkodóknak. A fölső, ez egy asszonykának a gyógyulása, rákos betegséggel küzdött 19 tavaszán, és abból a rákos bajából gyógyult meg, és gyógyulása után hozta a hálatáblát köszönetképpen. És azóta is ide járnak? Azóta is ide jár. Most meghalt az édesanyja, édesapja, mindenki a családból, és úgy írtuk, imádkoztunk szombaton. Tehát él. A csütörtöki lelki gyakorlatot az EVTN televízió élőben közvetíti, továbbá visszanézhető a Szent Rita templom honlapján is.